Sport, jó estét kívánok mindenkinek! A ma esti vendégeim, Risto Védi, Iszak Eszti, Kabát Peti, Dombóvári István Dombi. Annyira jók vagyunk, mert direkt kaptunk egy instrukciót, ugye Peti, a műsor elején, hogy amikor bemutatás van, akkor hova kell integetni. Oda. Melyik az a te kamerád, hát így van. Kamera van. Mindenkinek van sajátja? Hát végén vissza kell adni. De... Mindenki nagyon szép, nagyon elegáns. A Dombival volt egy kis vitánk arról, ő nemrég Barcelonából tért haza, hogy mennyire igényesen és mennyire ruházkodva indul az ember külföldre. Te ugye nulla kézi podgyásszal, vagy nulla podgyásszal indulsz, és a Ramblán ezt mutattad, amit most látunk mi is, ugye? Tehát... Nem, ez egy hasonló szettet. Egy hasonló az már mosásban van azóta. Ja. Nem, mert azért tiszta ruhát veszek fel attól, hogy nem csillog és nem drága. Szóval nem volt ez vita igazából, csak máshogy éljük meg, úgy tűnik a nyaralás. Igen, mert hogy én sok podgyásszal megyek, hogy ott is meglegyen az otthoni komfortom, hogy még nem tudom, mit veszek fel, hadd válogassak. Nekem az otthoni komfortom, hogy én tudom, hogy mit veszek fel. Tehát egyszerűbb így. A másik pedig az, hogy iszonyatosan dühít az a dolog, hogy a bőrönt feladás az gyakran többe kerül, mint a repülőjegy. Olyan, mint egy plusz embert vinnél magaddal. Gondolj bele, hogy szingli vagy, és mégis két jegyet kell venned minden alkalommal. Ennek így nem sok értelme van. Hát igen, csak ezt nagyon nehéz elmagyarázni például egy nőnek, mint az Esztinek, aki gondolom, hogy te is hasonlóan csomagolsz, mint én, hogy azért legyen ott minden. Igen, de te nem csak a nőkre jellemző, akkor ezek szerint, mert te is, hogy igen. Nőkre és egy-két férfira, igen. És egy-két férfira. Én abszolút az vagyok, aki kitalálja a szettjeit otthon 7 napra mondjuk 15-öt, és akkor azokat így bepakolgatom. Én nem tudom elképzelni, én se, hogy úgy menjek, hogy jó, mindegy. Igen, akkor... a Dombi azt mondta, hogy a Ramblán hagyja a cuccait, tehát amit kiizzadtál, azt ott hagyod, nem? Azt mondta. Nem minden esetben izzadok, de az izzadság az szarul néz ki, azért flitterez zakón is egyébként. Szerintem az elvet nem értjük, tehát nekem, én gyűlölöm a szennyesemet átutaztatni pénzért a világon keresztül. Ez nem az igénytelenségről szól. Én minden alkalommal ott a boltba veszek olcsó, vadonatúj, tiszta ruhát, amit napszakonként cserélek. Ilyen I Love Barcelona felirat? Akár, de attól függ, mondjuk vagy Kínában Gaudi. Bármikor. De mi, amit kiviszel, azt akkor kidobod, vagy mi? Nem, ott veszem meg. És egy üres bőröndel mész. Nem egy kézitáskával megyek. És hazahozod a szennyest? Dehogyis, hát akkor ez egésznek semmi értelme nem lenne. Nem. Nagyon jó. Van egy ruhám, be érkezem, és abban is jövök vissza. Hát, igen. Pedig az lenne jó. Te tulajdonképpen ott kint veszel dolgokat. Nem számoltad ki, hogy arányaiban lehet, hogy pont ugyanott vagy, hogy ott veszel dolgokat, mint... Ezt akartam. Dehogy is, mindenhol van egy eurós bolt. Egy eurós bolt? Tehát te nem is a Ramblán veszed meg azt a szép 8 eurós... A Rambla is a kínai, a két gyereke. Tehát, hogy most így mennél ki, így ebbe a cuccba kivennél, igen? A farmer cipőt mindent kidobná. Nem, ebbe jövök vissza. Ez az utazás. Nekem az ott tartózkodós cuccaimat veszem meg ott. Elképesztő. Általában. Alsogatja minden? Ha hosszabb időre, az pláne. De az alsogatja azért azt út, ahogy megveszed a kínai boltban, azt úgy felveszed magadra, mosás minden nélkül. Persze. Én szeretem a ruhának az új szagát, az is probléma. Az nem új. Szerinted nem új, amit veszek a boltba újonnan? Miért lehet benne egy kis csík, akkor azt is felveszed. Hát valaki megszőtte és berakta egy zacskóba, de én, nekem ez még belefér, hogy mondjuk varrónők hozzáértek a ruhámhoz. Utána nem nyújt hozzá más szerint. De kézzel is ki tudom. Mit hívsz új ruhának, amit a robotok varnak? Nem, amit kimostam otthon magamnak. Ja, én nem szeretem tiszta. Az új illatát a ruhának, de itt ez elva lényeg. Bele lehet menni a csodálatos igénytelenségembe, de itt arról van szó, hogy rettenetesen feleslegesnek tartom. Amikor kirándulni megyek, tehát nálam egyszerű kirándulások vannak. Vagy strandolós, vagy városnézős. Azt azért tudom előre kb. A városnézős az a kínai negyed. Tehát nyilván. Nem, hát gyakorlatilag a kínai negyed az egész. Nem, hát nem azt mondtam, hogy ott töltöm a Sárkány Centerbe az egész kínálat. Csak ott kezdek. De mondom, itt maga az elv, és egyébként pedig a kézitáskába meglepődnétek, tehát egy rendes nagy hátizsákba, ami belefér az ingyenes kézipodgyászba. Az most már sok minden nem. Attól függ, azért kicsire, te voltál még katona, ugye? Nem. Nem voltál, de többek között azt is megtanították, hogy lehet pici kockára összehajtani egy-egy ruhadarabot, és én azért kis téglákat bele tudok pakolni. Én sok mindent kiviszek egyébként. Igen, te az ihjú vagy, egészségesen. Igen, de a 80%-át nem veszem fel. Ennek sok értelme van. Igen, semmi értelme, de úgy nyugszom meg, amikor elindulok, hogy ott van minden, és tudom, hogy benn van. Én nem tudom, hogy szeretnék-e helyetekben lenni, hogy akkor vagyok nyugodt, ha van nálam 80%-nyi felesleges ruha. Egyszer majd kipróbálnám. De nem tudhatod, hol köpsz. Hogy
Én kipróbálnám ezt, hogy nekem más jelenti a nyugalmat. Tehát odaérek, nem késem le a gépet. Ti meg gondolom, hogy hú, van nálam még 20 póló. Én elárulhatom, hogy még aktív sportolói karrieredben téged mi nyugtatott meg utazáskor, hogy 12 ószer is egy tubus vazelin? Ó, majdnem. Ja. Micsoda? Na, az például rendben van. Az rendben van. Egyébként, de látod, annyira kellemetlen, az ember elárul pár titkot, érted az ilyesmi. Csomagot visszatér. Hát ez nem pár titok, ez egy tucat. A történet lényege annyi, hogy sokan nem tudták, hogy azért a nyílt víz úszásnak vannak ilyen értékes rejtelmei. Például az, hogy hát mindig... Rád megy a rája, vagy mi? Nem. Nem. De a történet lényege az, hogy ugye 10 kilométert úszol, és azért a fürdőről meg minden kidörzsöl. Rengeteg mindent próbáltam, a legjobb erre a vazelin. Amikor viszont ezen a két órás versenyen vinned kell magaddal ezeket a szénhidrátos löttyöket, folyadékokat, az meg ugye nem bírtam semmibe vinni, ezért kitaláltam, hogy az óvszer az egyetlen olyan történet, amiben beletettem, rácsomóztam, ugye csomó mindenkit. Milyen szépen megvan ez magyarázva. Várjál, és igen? A történet lényege, hogy akkor ez az óvszer benne van, ide bele kellett tenni hátra a fürdőruhába, és akkor így úsztam. Na most ugye, amikor a gyógyszertárba bemész, és kérsz 12 darab óvszert, egy nagy tubus vazelint és egy fájdalomcsillapítót. És akkor visszakérdez a gyógyszerész, hogy céges buli? De én... Nagyon sokáig azt hittem, tehát én ezzel nem gondolkodtam el, hogy ez egy ilyen ciki dolog, vagy bármi. Én még az egyesületemnél is megkérdeztem, hogy ezt nem tudjuk számlára. Tehát, hogy ezt számoljuk már el, hát nehogy már én fizessem ki, de aztán végül mindegy, megoldottunk. Ez olyan aranyos dolog, egy forgatásra vettem egy ilyen bőrmaszkot a fejemre, meg egy ilyen szájgolyót. Tényleg? Várjál, és tényleg Duma színáldozás kisfilm forgatás volt 4 évvel ezelőtt, és bementem egy ilyen széttetovált, szétpiercingezett csávónak, így mondom, hogy számlát kérnék, és csak mondanám, hogy ez forgatási kellék lesz. És így előre dőlt, azt mondja, hogy érdekes, hogy ma még eddig mindenki forgatási kellék lesz. Nagyon helyes sztorit, illetve egy fotót találtunk, Kabát Peti nevét varratta magára Krisztina. Megmutatjuk a képet, és ugye hát ő nyilvánvalóan élete végéig magán viseli Petinek az aláírását. 3/4 óra alatt készült el, és 2 hétig gyógyul, de a végeredmény minden fájdalmat megért, mesélte Krisztina az újságírónak. Peti, ez azért egy baromi jó érzés lehet, nem? Tehát, hogy valaki... Így van, ez egy megtiszteltetés szerintem. Tehát az, hogy nekem is van tetoválásom, ez soha az életben nem fog eltűnni, úgyhogy neki is, hogyha... Amikor te emlékeztél rá nyilván, amikor aláíratta, akkor te aláíratta veled, akkor tudatta veled azt, hogy ebből tetkó lesz? Én egyébként, amikor volt egy ilyen főzés, és ott, amikor jött a párjával, ott láttam rajta először ezt a tetoválást, én nagyon meglepődtem, én nem tudtam, hogy rajta van. Hát, tehát ott mondta... Valamikor te írtad rá, nem? Hát mondjuk nem, azt mondta, hogy van egy könyvem, és abból nézték ki, és abból ez másolta. Ez nem is a te kezed... nyomát követi, hanem nem, ő kimásolta az aláírásodat? Kimásolták az aláírásomat, és úgy, de egyébként meg tök jó lett, mert így szoktam aláírni tényleg. De ez tényleg az én aláírásom. A bankban is? Tehát A bankban is. Nem csak azért, mert ugye nagyon sok híres ember osztogat olykor autogramot, aláírást, és én egyszer Vitali Klitschkótól kérdeztem meg, hogy neki hányféle aláírása van. És azt mondta, hogy neki 4. Tehát van az autogramosztós, aha, és aztán a bankban egy másik, és még a szerződésre egy harmadik. Bocsi, nekem csak ez az egy van. Ja, igen, nekem is csak ez az egy van. A meccs után, ha szétveri a kezét, egész más, hogy így. Szerintem az életem egyik legnagyobb sokja, amikor valakin látom egy Deus a John arcképet. Igen. Ez most komoly? De komoly, nem vicc. De jó, hát ez egy elvesztett fogadás lehetett. Volt, ami talán az egyik legnagyobb büszkeségem nekem, hogy a Bumerang régi rádióműsoromnak a logóját magára tetováltatta az egyik hallgatónk, Depárgyő egyébként úgy hívják. De volt ez egy ilyen játék volt, nem? Nem. Annak a keretében? Volt olyan, de azt nem csinálta senki, de ő magára tetováltatta önként. És képzeld el, hogy 2 hét múlva cseréltünk logót, tehát egy másikra, de... És akkor mit csinált másik oldalra? És azt is oda varratta, igen. Az viszont. Képzeljétek el. Ezt így neked is van valami hasonlód, nem? Igen, én pont 2 hete történt, hogy elküldte egy srác, hogy az arcomat a karrierre tetováltatta, de azért nem olyan, hogy így messziről valaki ránéz, és az, hogy hú, ez iszakeszti, mert egy picit át lett alakítva, de ugye az én képem alapján. Hát egy ilyen, nem is tudom, mexikai halott... Ilyen indián, nem? Smink vagy Mauri, nem tudom, tehát nem tudom pontosan, hogy mi. Ez a Tim Burton-féle átdolgozásod. Lehet, igen, de az azért furcsa érzés, hogy azért az arcomból indult ki ez a tetkó. Furcsa érzés, hogy te valakin ott vagy a testén. És ugye ez 20 év múlva, meg 30 év múlva, meg x év múlva is ott lesz, és...
Na hát érdekes. Ezért fogyózok én is. Érted a magát? Rátesznek valahova, hogy fog kinézni. Érted? Most hízok egy 20-ast, mi lesz vele? De hogy szeretnél? Te milyen testrészre szeretnél kerülni? Én semmilyenre. Te nagyon őszinte vagyok. Az én aláírásomat jelzem, az interneten 10 000 fontért árulják, de jelzem bárkinek ingyen adom. Tehát különben tehát nem kell megvenni, írsz és adok. Tehát... Engem meg úgyse tudnak feltetoválni semmi, hát hova fér? Mi nincs nagy fejed. Apropó, nincs nagy feje, nagy feje van-e? Van egy ilyen hír, de nem nagyon látom ennek a... Én sem értettem. Igen, hogy Dombi levágta a szakállát. Ez egy hír volt. Megtörtént, ez volt egy pillanat, amikor is történt. Csak kinőtt. Ez a nyúltenyésztők heti lapjában jelent meg. Nyúci majdnem lejtette a telefonját. Nem, egy picit beszéljünk a szakállakról, mert az elmúlt években ugye egyre népszerűbb lett a szakáll. Tehát gyakorlatilag már nem is férfi, aki nincs. És ez egy érdekes kérdés, hogy a nőknek mennyire tetszik. A Journal of Evolutionary Biology, mindegy, ez egy szaklap, megjelentetett egy tanulmányt, amiben a tudósok 8500 nőt kértek fel, hogy a képek alapján rangsorolják, hogy kivel jönnének össze a leginkább is. Szerepeltek a képeken teljesen csupaszarcúak, 5 és 10 napos borostásak, illetve olyanok, akik 4 hete nem borotválkoztak, és nagyon egyértelmű volt az eredmény, minden egyes nőnek jobban tetszettek azok a srácok, akiknek az arcán volt valamilyen szőr, a csupasz egyáltalán nem. Milyen izgalmas lehetett ezt így Excelbe összesíteni a végén. Igen, a kérdés az, milyen célból csinálták? Hát gondolom, hogy maga a trendeket próbálták valamilyen módon felmérni. Az első helyezett egyébként egy 10 napos borosta lett, a második egy nagy szakál, a harmadik egy pár napos borosta, és a pofa volt ugye a legvégén. Szóval ti hogy álltok most ezzel a férfi arcszőrzettel, lányok? Én imádom. Nekem is ez az 5-10 napos az, ami ilyen kiugró, az szerintem nagyon szexi. Az ilyen nagy favágó szakál az annyira nem. Neked ez hanyadik nap? Kiszámoltam, hogy nem tudom, holnap után ráérsz? Akkor lesz 10, akkor lesz 10. Ez maradhat. Nem tudom, kéne rátenni olyan színeket, megváltozna a színe, hogy hány napos. Így kéne ismerkedni. 10 napos borostás férfi ismerkedne. Nemrégben az egyik barátom elment bulizni, és összeakadt egy férfival, akivel hát volt egy és más dolog, és másnap egy ilyen piros folttal érkezett. Szakáltok hát ugye, igen, a borostát. Jó, ennek az eszi azt mondta, hogy a 8-10 napos, a 2-3 napos az nem, a szúr. A szúr, igen. Na, igen, lesz az valószínűleg 2-3 napos volt, úgyhogy te már benne vagy. Kiütés? Te már nem szúrsz. Szúrok szerintem? Szombon. Az már nem. A tiéd az már nem 5-10 napos. Azért hát az már egy komolyabb. 2 éves. Az rendben van. Nem. Lassan nő. Nagyon egyébként nekem lassan. Ez egy ilyen 3 hetes, 4 hetes. 10 napos, de késik. Kicsit később. Nem jött meg. Tényleg egy baromi nagy trendet. Látjátok, a város tele van borbélyokkal, csak ilyen férfi szakáltrimmelés, szakálolajat lehet kapni, igen. Nem tudom, mindenféle. Ilyen nagyon nagy őrület van. És mi a bajotok a nagy szakállal? Hát azért az már annyira nem. Tehát de nem... Mi nem? Esztétikailag nem, vagy nem szívesen csókolnád bele? Hát azért igen, bele. Meg amikor megmarad, nekem a bajusz, amit én nem nagyon tudok hova tenni, az ilyen külön bajusz. Tomszelek, a magunk. Az, igen, az egy erős bajusz, de hogy nem tudom, tehát ott megmarad rajta a kis étel, maradék. Dehogy is, hát kukoricadarab. Kávé, habja. Igen. Meg azért ezt megcsokolni sem annyira jó, de szerintem egyébként azért, akinek nagy szakállam van, szerintem ezt többet. Mondjuk ez még nem jutott, ez egy kisebb elrakjai tartalékba. Nem, somlói! De képzeld, a csípős teszik, az még kellemetlen. Igen, ugye általában a szakállások azt mondják, hogy rendszeresen mossák, stb., de hát nem tudhatod, hát letörlik szalvétával, és tényleg lehet, hogy benne van a reggeli tojássárgája, ott van ebédről. Jó, de az már nagyon nagynak kell lenni. De nem az, hát... Ezen nem marad meg. Ez a nem, de nem arról, hanem az a favágó szakáll. Az a favágó szakáll, így van. És a bajusszal, én Németországban éltem nagyon sok, és amikor a németeknél még a 80-as években, hogy Magyarországról jöttem, akkor az első az volt, hogy a magyar férfiak azok mind bajszosak. Tehát, hogy ez ránk nagyon jellemző volt. Fociban is ilyen volt egy csomó csapat egyébként. Igen. Békés Csaba 18-ból 16 bajuszos volt. Tényleg. De az a nagy bajusz, tudod? Nagyon kemények voltak. Ez a harcsa? Voltak. Az a harcsa, hogy tudta pöndöríteni. Ne, pöndörös. Runcájzba. Bajuszvédőben ez itt trend. Hát persze. Igen. Valamikor ez a férfiasság. Runcájzba.
Na jó, de én olvastam egy olyan pszichológiai tanulmányt is, amely nagyjából azt feszegette, hogy azért hordanak férfiak szakállat, mert valamilyen módon, ez ilyen belső pszichológiai történet, valamilyen módon nem vállalják az arcukat. Tehát vagy nem tartják elég szépnek, vagy nálam valami rejtegen... Nekem nincs kedvem levágni egyébként. Ez dustaság? Igen! Nekem mindig azért volt szakállam, amikor volt a szakáll, az tulajdonképpen az arcbőr szabadságra megy. Tényleg. Amikor olyanod van, tehát elengedett magad, az is ilyen béke, nyugalom. Egyébként mindig vágták, meg alakították, csinálgatták vele, de nyugi van. Hát egy ember, igen. Nem mindenki, aki arra jár. Neki elnyomott rajta egy csikket. Amikor, tehát feltételezzük, hogy zuhanyzol, vagy fürdesz. Köszönöm. Akkor az nem te, hanem úgy ever. És hogy az is megmosódik a többivel együtt. Tehát ez nem igaz, hogy minden étkezés után szakállat kell mosni, azért ilyet nem láttam. Hamarosan lesznek majd a barbershopok mellett ilyen szakálmosók, hogy bedugod a fejedet, mint az autónál, és... Mint a pipsóba. Na most egyébként tényleg annyira trendi ez, hogy itt van egy francia élvonalban szereplő, a Bordeaux középpályása, te talán tudod ki ő, Younous Sankare. Szenegáli. Az igazi bordói név, igen. Nem, szenegáli válogatott egyébként, ő a Bordeaux-nál játszik. Képzeljétek el, hogy szakálbeütetése volt. Szakálbeütetése, viszont komplikációk adottak, és annyira belázasodott, hogy most már eddig 3 meccset kellett kihagynia. De honnan? Értem, hogy volt szakálbeütetése. De ez először vagy utána? Na jó, kicsit fontos lehet. Nem beütette, locsolni kellett volna. De honnan, tehát ahova fölrakják neki, honnan szedik? Honnan jön a szőr? Hát figyelj, oda kell, egy göndörke kell oda. De hát az akkor alulról is le tudja megnöveszti, le, és akkor fölrakja, nem? És azt hiszik, hogy Rasta pedig csak betyálkörte. Azt a mindenki. De hogy pont ezen nyavajogtunk egy sort, hogy mindenki szőrös, mindenki szakállas. Itt van valaki, akinek meg kellene szegénynek. Ugye ez olyan, mint amikor a spenótot te nem eszed meg, etióp gyerek meg örülne neki. Mindig ez volt a vicc régen, hogy hányan összetennék a két kezüket, hogyha egy négyzetcentiméteren így szabályosan nőne a szőr. Nekem egyik... sehol nincs, tehát itt se nőtt soha. De mindenhol van. Hát, ami csak látszik. Itt van. Hát hol kell még? A lábamon. Legyen szakáll a lábadon? De tényleg itt a mellemen meg soha nem nőtt. De adok neked, a lábam tele van göndörrel. Nekem is a göndörrel. Igen. Figyelj, akkor a végén levágom, azt utána beültetem ide. Jó, de a hagymával kell, kitépkedem neked, hogyha... Nem, most a Balázs Poli levágatta a haját, az elég lenne a teljes válogatottnak szakállat. Nézzük meg egy pár hírességet szakállal és nélkül, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, egyébként ti fiúk is nyugodtan, hogy hogyan tetszik jobban, mindenkit ismertek. Nézzük az elsőt, David Beckham. Egyértelmű szakállal jobb. Szakállal jobb? Jó, de azért itt 20 év különbség is van. Igen, között, és neki azért jól áll. Igen, tehát jó, így idősen jól áll neki, de azért fiatalon nem nézett ki rosszul. Nem nézett ki rosszul egyáltalán. Tehát, de most jelenleg itt a két kép közül szakállasra szavaztok. Egyértelmű. Hogy lett több haja? Nekem az a gyanús. Beültették. Hát én is erre. Szakállába kiszedték. Nem, ahogy idősödünk, az is nő. Igen. Na, itt a következő. A haj. Persze. Tessék, okay. Brad Pitt. Hát én azért nem. Én se, inkább sima. Ott nagyon a sima. Jó néz ki, amikor nincs szakálla. Igen, ő egy annyira jóképű srác, nem? Igen. Hogy... De hát itt is van vagy 20 év, nem? Hát azért igen. Hát azért itt nem. Annyira nem, annyira nem sok. 10. 25. Ja. Nem, de neki olyan torzomborz a szakállat, tehát hogyha nem ilyen lenne, hanem egy picit úgy... Akkor helyes. Kicsit ilyen igénytelen itt már, ugye? Igen, tehát hogy neki valahogy most hát ez a hobó... Hát elhagyta Johnny, és azóta érkezik. Johnny? Hát lehet. Johnny. Aztán jöjjön Leonardo DiCaprio. Hát nélküle egyértelműen. Egyetlen nélküle. Olyan, mint egy hentes. Nem, mert neki pont nagyon furcsán elveszi az arcélét a szakál. Uh-huh. Igen. Tehát, hogy pont az nem, neki ne annyira nem. Oké, okay, Matthew McConaughey. Tessék. Aha. Szerintem neki se álljon, ne haragudj. Aha, nem azért, mert ilyen picit ilyen csapzottnak, hajléktalannak... Az egy hajótörött ott a hajótöröttnek tűnik, igen. Pedig ő így nyilván trendiként érzi magát. Nézzünk még egyet, Pierce Brosnant. Szakállal? Azt mondjátok? Hát... Teljesen más inkább ember. Inkább szakáll nélkül. De igen. Mind a kettő jó, esküszöm. Mindannyiuknál jellemzően. Ezek ilyen kimagasló férfi arcok. Szerintem ezeket nem lehet elrontani szőrrel. Az, hogy mi áll jól, meg mi nem, én azt nem is tudom értelmezni. Tehát én ebből kimaradok ebből a körből. Ennél a szakállal is az a probléma, hogy nincs rendesen megvágva, megcsinálva. Tehát én azt gondolom, hogy amiről beszélünk, ugye az a szép szakáll, amikor tényleg a barbershopok kijönnek, és mindenki full egyformán jön. Igen, de mindenki egyforma, csak szólok, az tény. De ugye itt két fotón látszódott, hogy ilyen
Isten adta, megnőtt, és hagyjuk úgy. Meg szerintem egyébként azon is múlik, hogy hogyan szoktuk meg az arcát leginkább, most ugye filmekben. Tehát Pierce Brosnan többnyire csupa az arccal láttuk. A legtöbb filmben Leonardo DiCapriót épp úgy, mint Brad Pittet. Tehát szerintem, az, amit ezt szerettük, így szerettük meg. Jó, de itt azért a bajusz azért egy picit probléma. Tehát pont arról beszélünk, hogy itt a cappuccino és a rántotta benne van. Hát itt belelúg a szájába, az egyértelmű. Nem csokolnátok most bele így a szájába? Nem, ne haragudj. Nem, te sem ezt így? Hát alapvetően Pierce Brosnan nem csokolj be, sehogy a szájába. Szerintem Beckhamnek akármi... Becsokolná. Nem, tényleg jól áll. Én szerintem minden jól áll. Beckham baromi jól néz ki. Jó? Egy pár perc alatt visszajövünk, és akkor megnézzünk néhány képet, méghozzá Petiről, Dombiról és rólam, hogy mi hogy néznénk ki szakállal. Ez lesz mindjárt, jövünk vissza. És már is itt vagyunk, Krisztor Érivel, Iszak Esztivel, Szabát Petivel és Dombival. Azért ez a szakál bajusz téma, rögtön folytatjuk egyébként a mi képeinkkel, de még a szerkesztőségünket is megihlette. Peti, ugye azt mondtad, hogy Békés Csabán 18-ból 16-an bajszosak, ugye? Így van. Így van. Az Ági a szerkesztőnk elkészítette a rajzot. Várjál, odaadom. Még az edző is bejuszos volt. Még az edző is. De jó a kép? Tehát így kell elképzelni őket? Ezek ilyen 16-os ikrek, vagy mi ez? Ugyanúgy néz ki mindegy. De jó egyébként. Közös a hobbiuk. Azt hiszem ez volt az utolsó bajnokcsapat Békés Csabán. Ez a raj, felismerted? Nem ez a raj. Azért kösz, ha majdnem rajzolt rá. Az FBI arcfelismerője. Na jó, azt ígértem, nem, hogy... Nem, nagyobb az orra, amúgy. Igen. Nem azt ígértem, hogy megnézzük még itt a szakáltrendek után, vagy közepette azt, hogy mi hárman hogy néznénk ki szakállal. Hozzáteszem, én életemben nem voltam. Én talán egyszer egy fotózás miatt voltam egy ilyen ötnapos borostás. Soha nekem nem volt szakállam, se bajszom, se semmi. Tehát én egy ilyen permanens borotválkozó vagyok. Baromi kíváncsi vagyok én is, hogy én hogy nézek ki. Na nézzük először Kabát Petit. Na ez nagyon ronda. De ez milyen kép? Most komolyan ez itt állom. Március 15-ére. Petrőfi Sándor, nem? Nem, nekem Pierce Brosnan jutott eszembe. Nem, ez a jobbból Dali. Ne, ez nagyon csúnya egyébként. Akkor nézzük meg a Dombit. Nézzük meg a Dombit. A gyűrűk urából. Egyébként ez nem rossz, tehát ezért még lehetne egy picit stuccolni, de... Decemberben én abszolút ezt és lenne munkád is. Na majd, ha én leszek a Mikulás, majd akkor az ölembe ütetlek. Így szokás. És jó, félve mondom, de nézzünk engem. Nem, esküszöm, jó, bocsi. Jó? Esküszöm, jó. Meg kell próbálni. Meg kéne próbálni? Én a körszakállat próbálnám meg a helyednem. Hát ha ilyen színű nő ki tényleg? Hát, a fele se tudja, nem? A fele tudja. Tényleg de... körszakál jó le. Aha. Uh-huh. Szerintem jó. De sose vagy borostás, tehát hogy így... Nem. De minden nap szedel? Én minden nap, ma reggel ilyen is borotválkoztam. Nem, van egy ilyen pengés, ilyen sok pengés, tudod, amit hirdetnek. De miért nem voltál soha bajszos? Nem tudom, nem volt igényem rá, bajszos. Nem akar bajszos, ne viccelj már. Vagy szakál, vagy körszakál, én a körszakállat abszolút, tehát ez? Én nem lehet ki. Az. Ez? Uh-huh. Hát én nem tudom, nyomtassátok ki nekem, hogy gondolkodom. Hát amennyire... Szerintem nem is borotválkozik, tehát nem is borotválkozott soha. Amennyire őt mindig szerették, a nők simán lekopott. Azt, hogy valami belső hormon problémára akarsz utalni. Jót akartam, és ez lett. Köszönöm. Vagy befelelő is picit, lerágod. Picit még beszéljünk arról, hogy amit mi teszünk magunkkal, bármiféle testápolás, mosakodás, öltözködés, ruházkodás, itt a Rambla is visszaköszön, hogy ezt magunknak tesszük-e, vagy a külvilágnak akarunk-e eleget tenni. Tehát ez egy belső igény, amit teszünk magunkkal, vagy inkább kifelé. És itt van egy példája Lenny Kravitznek, mert ő most nagyon élvezte, nem olyan régeiként, hogy elhagyhatja magát. Azt mondja itt, hogy amikor turnézom, minden este másként kell kinéznem, más ruhát kell viselnem, ezért úgy döntöttem, hogy amíg a Bahamákon vagyok, ott neki volt valami melója, igen, az új lemezemen dolgoztam, ugyanazt a ruhát viseltem minden nap. Gondolj bele, egy lemezfelvétel, az több hét. Már nagyon elviselhetetlen volt az öltözékem szagana, akkor kimostam kézzel, egy egyszerű szappannal, majd kitettem száradni a napra. Szerintem Dombinak az útmutatóját olvashatta ő is. Mert láttam ezt a könyvet, hogy elutazzunk. De jó, könyvén. De én nem megyek büdösségig el, tehát én nem ugyanazt a ruhát fordom.
Egyébként meg valószínűleg klímás stúdióba készült a lemez, tehát olyan nagyon nagy szag hát nem lehetett. Hát parton csinálták, úgyis meleg van. Nyilván ott készült. Lehet félmesztelni. Egy hangrögzítés, ott egy, igen, egy akkumulátor süket szobába. Hát lehet, csak szól fog szólni. Nézzük meg, most ne lemezt vegyünk fel, mondjuk egy könyvkiadó baromira érdeklődik a memoárjaitok után, és mondjuk Évi elküldenek a Bahamákra, hogy tényleg teljesen tiszta fejjel, ne zavarjon senki, ott ülsz egy kunyhóban, és az a feladatod, 2 hónap alatt írd meg a memoárjaidat. Te... Viszi az offszert, az kész. Ószer, fájdalom, csillapít, el vagyok 2 hónap. Az ember bekeni magát vazalinnal és ráhúz egy ószert, akkor nem büdös. Nem, csak gondolom. A feltételezésed előtt, hogy azért mi jártunk edzőtáborba rengetegszer, és oda például egyáltalán nem vittünk olyan ruhát, ami utcai ruha lenne, tehát mondjuk egy darab farmer, meg egy darab elegáns, ugyanis az a 3 hét arról szólt, hogy mi naponta leúszunk 16, 22, 25 kilométereket, tehát azon a pillanaton te pont nem érdekel téged, hogy nézel ki, amikor egyébként az arcod már rég leesett. Meg minek fürödne az, aki úgyis vízbe ugrik mindjárt. Igen, a másik rész. És hát ugye ott a fiúktól tanultuk, vagyis hát nem tanultuk, hát ők mesélték, hogy ők pontosan ez a 2-3 alsógatja 3 hétre, mert egy hétig mert, ez, felé ja, mert fordít. A klóros víz úgyis kimossa a hajlatokat. Nem, egy hétig egyet hord, feléné megfordítja, kifordítja, és el van vele. Na ez... Ennél még én is jobb vagyok, csak mondom. Nyilván ez egy edzőtábor, de a magyar válogatottat így kell elképzelni? De, hogy... Nem minden. Két hétig. Ti nem ilyenek vagytok, ugye, focisták? Nekem nagyon sok alsógatyám van. Köszönöm, Peti, örülök. Én cserélem minden edzésre, tényleg. Persze, mert ő nem akarja mosni, ő kidobja az emberek közé. Peti, te vagy a Bahamákon a memoárjaidat, az a önéletre, az emlékirat, stb. Tehát azt kell megírnod, ott ülsz, viszel az egész ruhatárodat, az összes Gucci pólót, nem tudom, Armani cipőt, mindent. Használod-e vagy harmadik nap után azt mondod, hogy dehogy vizé, ugyanabban vagyok, mint Lenny Kravitz? Nem, használnám. Használnád? Biztos. Tehát én egy-két nap után biztos, hogy cserélném. Nem is találkozol senkivel? Egyedül vagy? Tehát nem kell megmutatnod magad. Te egyedül senkivel. Vagyok a szigeten? Igen. Az az aligátor már 3 napja néz, ne ugyanabban a pólóban legyek már. Akkor nem biztos, hogy használnám. Hát most, hogyha senkinek nem is az, hogy megfelelni, de nem látnak, nem érzik a bűzt, akkor nem mindegy. De ez érdekes kérdés, mondja Lévi. De nem, tehát hogy attól, hogy most Gucci vagy Armani pólót vesz föl, vagy egy kínait, attól függetlenül gondoljunk már bele, hogyha ott ül bent, és semmilyen nem történik, és légkondis szobába, akkor most érted, hord egy pólót, kimossa, elmondta, a büdös lesz, kimossa, és újra hordja. Tehát, hogy... De ugyan, tudod, mit kutatok? Az, hogy belső igénye ez, vagy igazából mi csak a külvilágnak akarunk megfelelni testszaggal, küllemmel, stb. És amennyiben nincs külvilág, akkor totálisan letoljuk mindannyian. Ez a kérdésem. Szerintem van egy egészséges igénye az embernek a tisztálkodásra, saját magának is, ha látják, ha nem. És egy másik dolog ez a ruhaváltogatás, ami egy következő fokozat. Szerintem akkor is megfürdök, minden este beállok a víz alá, fenned, hogy mi van ott a Bahamákon, hogyha ha nincs ott senki, tehát beugrok, megmosom magam, már csak magam miatt is. Na hát magad miatt, tiszta, oké. Okay. Tiszta legyek. De... Eszti, igen. Neked mi a napi rutinod most, és mi volna a Bahamákon? Én a magam részéről imádom a friss ruha illatát, úgyhogy én lehet, hogy már csak egy hobbiból így mosogatnám, hogy jó illatú legyen, de egyébként tény, hogy egyetlen egyszer volt életemben olyan, hogy nem készültem nagyon sok ruhával, amikor egy meditációs táborba mentem meditálni egy ilyen 3-4 napra. Ott mindenki bizony, és... nem? Nem, meditációs táborra biztos büdös leszel. Ott azt tanulod meg, hogy ne erre koncentrálj, szerintem. Hogy hozzád ki a bűzt a fejedből, miközben mindenki büdös. Nem volt ilyen része, de hogy ott egyébként egy olyan szabadságot adott, hogy tényleg nem kell azzal foglalkoznom, hogy mit vegyek fel, hanem ugyanazt a kis mackónadrágot felhúztam, lementem, és valahol egyébként tényleg mondasz valamit, mert egy ilyen szabadságot adott, de azért a hétköznapokban nem tudnám erről beszélek. Amit te ennyi, meg is lehet, hogy tényleg a műsor végén eljutunk oda, hogy én is dombi életvezetési tanácsait fogom alapulni. Gyerekek, rengeteg, 1 milliárdan erre esküsznek. Nem élnek jól, de erre esküsznek. Éreztétek-e már valaha a saját testszagotokat? Hát mást is éreztünk már szerintem. Mit Peti? Hát szerintem azért mást is éreztünk. Persze. Vagy másét, vagy hogy? Mást is magadon. De a testszag szóra neked a kellemetlen jelző ugrik vagy először? Vagy mi, hogy a hónod alját? Igen. Hát így, tehát az, hogy büdös vagy. Érezted-e már biztos, bárhonnan is árad az a mindenki szag? Volt büdös szerintem. De hogy te érezted-e meg, én is éreztem. A bőrödön máshol. Lévő baktériumok elkezdenek miért szaporodni. Nem?
Igen, de a kérdésem ugye az, hogy te megelőzöd-e, akár a Bahamákon, akár a, nem tudom, az edzőtárban megelőzöd, vagy azért volt már olyan élethelyzet, amikor érezted magadon, hogy irtózatosan büdös vagy. Az izzadsággátlás az eleve az egy károkozás. Eltömíted a pórusokat, lehet kapni olyan sprét, olyan, nem, azért nem, de olyan sprét is lehet kapni, amivel befújod az arcodat, akkor az arcod nem izzad. Eltömíti a pórusokat. Az izzadság az mindig hűt valamit, távozik a víz meg a só. Ez egy körforgás. Botoxoltatják is a hónaljukat emberek, igen, hogy ne izzadjanak. Azt aztán minek? Hát azért, hogy nem azért, hogy ne legyen ráncos, és minél simább legyen, tehát ez nem a herevassalásnak a hónaj megfelelő, hanem azért, hogy ne izzadjanak, mert ugye az ugye leblokkol mindent, az, az egy idegméreg, az ott... De, szerintem de túl sok időnk van. De miért szerinted egy meccs után az öltözőben milyen szag van? Én nem tudom. Oroszlán szag. Én nem tudom, én azt gondolom, hogy ha én például most lezuhanyoznék, megfelelő dezodorral, stb. És kimennék játszani... Játszok 90 percet, visszamész... 90 percet szerintem izzadt vagyok, de büdös nem. Hát akkor még nem. Jó, de a 20 vagy a 22 emberből... Tehát, hogy de hát az izzadság... Nem érted el a határaidat. Az izzadság és a bőrbaktériumok büdösödnek előbb-utóbb. Sportszárba bebüdösödik a lábad. Hát meg ha te rommá fújod magad valami vegyszerrel, valami dezodorral, parfümmel, attól be fogsz büdösödni. Egy intenzív 90 perces testmozgás után. Jó, hát akkor innentől kezdve el kell hívni egy meccsre, meg kell mutatni, hogy milyen az ő szaga, mert még nem érezte. De ez nem igaz. Érezted soha? Te félsz a saját szagomat? Félsz a testszagottól, nem vagy másokétól? Hogy mit, még egyszer? Félsz a saját testszagottól, Gábor? Köszönöm, hogy úgy akarsz egy mondatot megértetni velem, hogy egy ilyen mozdulattal. Ebben később mélyedünk el. Ez egy következő foglalkozás tárgya lesz majd. Nem félek, de sőt, én is találkoztam már a sajátoméval, de annyira kellemetlenek tartottam, mielőtt próbáltam ezt valahogy megoldani. De tudod, a testszag az rengeteg minden másban is szerepet játszik. Párválasztás. Így van, így van. Hát én olyan parfümöt használok, amiben emberi testnedvek vannak. Jézusom, de melyik? Amiben vér, van, amiben olyan dolog. Tehát, ezt hogy van, de komolyan. Tényleg, ez a márka, ez egy ilyen őrült. Hát ezt most tévében kimondhat. Egyébként most pazva rajtam, de szerintem nem fogod érezni. Szerintem ma harmadik. Na, megvan a blitz, na? De na, illatos. Milyen, melyik van? Nagyon illat. Nagyon drága most, is, most illatos. Most mit érzek? Az öreg Yamato mester. Az izzadságot nem ismeri fel, ugye, azt tudjuk. Szegény marad a másik. Nem, nagyon kellemes illat, nem, de nem parfüm illat ez, hanem egy ilyen, igazából én a tested illatát véltem érezni. Ez nem ez a parfüm, de úgy látod, ilyen kicsit befolyásol. Oké, és még visszatérve erre a bahamai helyzetre, például odafigyelnétek arra, hogy néztek ki, edzés, edzenéle? Vagy ha kajánál, ami belefér, elhízom, nem baj. Biztos tehát, hogy, edzenék. Tehát edzenél, persze. Jól akarsz majd hazatérni, hát a saját. Dombi, te nem. Én akkor mindig megijedek, hogy elhízom, de ugye nem annyira fenyeget ez a veszély. Az csúnya lenne, hogyha a nyaralásod 2-3 napján is a glutént meg a koleszterint számolnád. Hmm. Az megint olyan, mint a lenne izzadjak, ne egyek glutént, akkor maradj otthon, baszki. Volt-e már valaha olyan szakasz az életetekben, amikor tökre elhagytátok magatokat? Én egyszer elhagytam magam, de utánam jöttem. Oké. Okay. Eszti? Tehát akkor mindent, ez a meditációs tábor, ez lett volna az? Vagy hát ennél volt durvább picit, is? Ne, ott egy picit úgy ezt a részét elhagytam, hogy akkor mit veszek fel, és kisminkelem-e magam, vagy nem tudom, összekötött hajjal leszek 4 napig. Olyan szempontból volt, hogy elhagytam magam, hogy mikor Kínában laktam egy negyed évig, akkor ott meghíztam, de az igazából egy ilyen hormon probléma volt, úgyhogy ha most az ilyen külsőségeket nézzük ilyen szempontból, mennyit, akkor hány kilót? Hát 8 kilót híztam. Meghíztam 8 kilót. Jó, de nekem egy mondaton belül. Én nekem, ha levágom a körmeimet, annyival kevesebb. Évi? Én 2 hét alatt híztam 8 kilót, tehát hogy én nekem én is egy ez... nap alatt. Nekem is ez megy, de igazából hát az, hogy elhagyjuk magunkat most testsúlyra, vagy igénytelenségre gondolunk, tehát, hogy... De akármire, tehát, hogy egy olyan szakasz, amikor... Én például... Szerintem nem, nincs. Tehát, hogy annyira nem hagytam el magam, hogy úgy minden dugába dől. Az, hogy meghíztam, ez nyilvánvaló. Tehát az ember, hogyha például abba hagyja a pályafutását, és akkor úgy megesik, hogy eszik többet a kelleténél. Ez abba se kell hagyni semmit, hiszem. De azért ilyen nincs, hogy elhagyjam magam annyira. Edzőtáborban mondjuk elmegyünk egy 2-3 hétre, azért nem figyelem minden nap, hogy hogy áll a hajam. Uh-huh. De, hogyha de itt, de igen, ennyi. Most azért itthon vagyok, és
napi rendszerességgel megyek edzésre, azért akkor odafigyelek. Nagyon nyilván. Jó, gyerekek, van egy másik nagyon szép történetünk, 60 éves a Barbie. Mindannyian kedvenc a Barbie. A Barbie? A bábú. Bábú, igen, baba. Bábú, a Barbie baba, így van. Ja, így néz neki, ha öregedne. Baromi érdekes maga ez a 1959-ben született egyébként. Annyi történet van a Barbie-val kapcsolatban. Nektek volt Barbie-tok? Persze, gondolom. Egyértelmű. Nekem egyértelmű. Nem volt. Nekem is volt. Nem volt. Neked, jó, hát oké, okay, nyilvánvalóan. Kennyük lehetett volna. Képzeljétek el, azt nem tudom, tudtátok-e, hogy a Barbie-nak, a Barbie babának van fiktív életrajza. Tehát gyorsan elmondom a sztoriát, tehát Barbie, akit ugye szeretünk, ismerünk, Barbara Millicent és Robert George és Margaret Roberts gyermekeként született 59-ben az amerikai Wisconsin állam Willows nevű városában. És ezek a szülők létezők? Nem. Ők sem? Mondom, fiktív. Nem. Hát mi? Fiktív, nem igaz, nem érted. Gyerekek, új szintet lépett a műsor. Ezt nem érteni. Igen. Jogos. Na most, a közhiedelem szerint Barbie a helyi középiskola tanulója, itt ismerkedett meg 1961-ben Kennel, akivel egészen 2004-ig voltak együtt, ekkor ugyanis szakítottak, és Barbie két évig járt az ausztrál szörfössel Blaine-nel. Barbie nagyon jól megszedte magát a munkáiból, az évek során több mint 40 állata volt, rengeteg autót használt, indult már a NASCAR autóversenyen, de repülőgépet is tud vezetni. De akkor nem annyira jön ki a számos, tehát két évesen ismerkedett meg Kennel. Ez őket nem zavarta. A középiskolában. Viszont az valahol tök szép, hogy két évesen középiskolába járt Barbie. Igen, de Barbie, Barbie felnőttként született. De néhány évesen. Ó, szegény anyukája azért, az egy kellemes rendszülés lehetett. Hát, hogyha középiskolába járt, én azt gondolom, hogy ez a 16-17, így van. Tehát ő megszületett 16 évesen. Ha farfekvéses, ráadásul a kis műanyag lábak vannak előre. A magas sarkúban. Egy dínóba végződik. És aztán két év után is megismerkedett Kennel, majd ugye megcsalt a Blaine-nel. De nem ez a lényeg, hanem... Azért nem szervek nélkül egy megcsalást összehozni. Ugye? Egy nincs nekik. Is már megcsalás. Jó? Na. Ugyan már, Jézusom. Majd erről, volt, erről még beszéljünk. Szájuk volt, tudta csókolózni. Szájuk volt. Na, valaki még ebből az önéletrajzból is hazudik. Nagyon-nagyon ellentmondásos egyébként az egész Barbie sztori, és azért gondoltok bele, hogy ez a Mattel cég ez mit keresett, tehát itt voltak mindenféle merchandising terméket, autókat, ruhákat, kellékeket, szobákat, stb. Mindent lehetett hozzávenni. Nektek milyen emlékeitek vannak a Barbie-tokkal kapcsolatban? Nem tudom, hogy hány volt nektek, mit csináltatok vele. A Barbie mikor volt? Mielőtt vízbe dobtak téged? Nem, van úszós Barbie? Volt valami gyerekkorom, ha attól azt gondolod, hogy nem volt, tehát azért hidd el, fölnőttem valahogy, úszós látszik Barbie is. Van? Csak valahogy van nőttem Barbie. Fel. Focis Barbie? Én barbiztam, de így annyira nem hatott meg ez a dolog, tehát így nem befolyásolt az életem. Tehát szerintem minden gyerek, én is szerettem volna Barbit, én meg nem mondom, hogy egy vagy kettő volt, körülbelül ennyire kötött le. És ki is dobtam szerintem jó pár év után, tehát hogy így nem semmi extra nem volt benne. De nem akartatok Barbie-ra például hasonlítani, mert ez is egy szindróma. Hát én akárhogy akartam volna, de ilyen Barbit nem gyártam. De nézd meg, ez tényleg sikerült. Úgyhogy nem is akartam, és közben én is befolyásolt. Nekem volt sok Barbie, volt terhes Barbie is, aminek le lehetett venni a hasát, és volt benne két iker, de nagy sérelmem volt, hogy nem az az igazi Barbie Isten. Volt, hanem ez a kínai piacos sokáig, aminek be lehetett nyomni a lábát, meg a fejét. Tehát ilyen a hamis Barbie. Hát igen. Az igazi, de az a kemény. Igazit. Igen, aminek lehet hajlítani a lábát. Tehát az de mit csinál egy lány Barbie? Sárkány szerint olyan Barbie, hogy hazajön vele, hát tényleg, és főz rá. Szituációkat? Hazavezet, hallod? Szituációkat játszanak. Persze, hogy felöltözni. Igen, tehát hogy mindent eljátszol vele, amit szerintem láttál már így. Ez egy amerikai cég amúgy? Igen. De tényleg nem eredetileg a Barbie egyébként egy német, tehát arról formázták, ami egy ilyen éjszakai pillangó volt, Lili, azt hiszem, és onnan jött éjszakai az ötlet. Éjszakai pillangó? Tehát... Hát ő pénzért... Hát igen, csak ezt a Barbie Prosti Barbie, de jó. Ezzel kezdték, egyből egy... Ebben a történetben, hogy rengeteg munkája volt, tehát hogy mit hát az van, sok minden ezért, tehát... Rengeteg munká volt. Én például voltam Barbie kiállításon Münchenben, ahol volt náci Barbie. Csak miután... Miért? Nem tudom. Tehát, tehát rendesen borokkeresztel meg minden, volt rendes igazi náci Barbie. És azt nem értettem, hogy a nácik is tudjanak azonosulni vele, vagy ezt nem értem. Én sem értem. Tehát nem a Mattel gyártotta hozzá az egyenruhákat, hanem ez valahogy másképp... És elképzeled egy bőrfejű tüntetésen, ahogy ott öltöztetik a kis náci Barbie. De akkor a Ken is volt náci. A Ken is volt náci, ez igen. Valami, de ez nem kereskedelmi forgalomban, ez nem kerül, nem? Egy vitrínben van, biztonságosan elzárva.
árja forma azért a Ken is. Na igen, ez egy érdekes kérdés. Egyébként én összeszámoltam, hogy az én lányom rengeteg Barbie-val bírt, és most nem akarok nektek számokat mondani, vettem egy átlagárat, hogy mibe került egy Barbie-vel tólig. Én, akár hiszitek, akár nem, 765 ezer forintot költöttem el Barbie-ra. Megértem. Az sok amúgy? És az hány darab, Kár? Nem mondom el. 20 darab? Nem, annál több. Nem mondom el. Oda ajándékoztuk gyerekeknek, óvodáknak, tehát nem kidobtuk, hanem De valami olyasmit sugall, hogy szerezd be a többit is, tehát ilyen pokémonos feeling, hogy gyűjtsd össze. Rengeteg, sőt, ráadásul egy csomó filmet gyártanak, és a filmbéli karaktereket megszeretik a gyerekek, és az is kell nekik. És aztán ezeket tudod keresztbe kasul öltöztetni, és aztán valóban szeretik. Mennyibe kerül kb. Egy Barbie, egy rendes, egy igazi? 5-6 ezer, nem? Hát 5-6 ezer. Től egészen 10-ig. És most is vannak új Barbie-k, tehát jönnek az vannak, új trendek. Vannak, és ez erről fogom majd beszélni. Nézzük meg, hogy az elmúlt évtizedek során mennyire változtak a Barbie-k. Na, ő volt szerintem győzik-e a Barbie? Német. Ő volt az első, úgy van, az volt az első Barbie. Mm-hmm. Oh. De mi fekete haja? Van több mutáció is. De hogy nem? Spanyol Barbie. Tök jó néznek ki, nem? De. Nem menj rájuk, műanyagból vannak. Na, Byron. Ez a 2019-es. Szóval a Barbie legnagyobb kritikája az, hogy irreális elképzelést fogalmaz meg a női test ábrázolásáról. Hát az a furcsa, hogy ott, ha megnézzük a normál testarkatú Barbie-kat, azok már daginak néznek ki, hogyha egymás mellé tesszük, pedig egyébként az a normál testalkat, itt volt egy-kettő. Igen, na most ez azért is veszélyes, mondják sokan, mert hogy rengeteg gyerek nyilvánvalóan valamilyen módon hasonlítani akar ezekhez a figurákhoz, ez a testalkathoz, mi megint végeztünk számításokat, tehát például az arányok, tehát kiszámolták, hogy egy ilyen Barbie, amit itt látsz, az a valóságban 175 centi magas lenne, viszont csak 49 kiló. Nagyon vékony. Ilyen van. Így van. Ez 16 kilóval kevesebb, mint a normál testsúly ehhez a magassághoz. Aztán a mellbősége 91 centi volna, és hogy hívják ezt? Dereka 45 és 83 a csípője. Jó, 45-ös derék az nincs 11 éves kor fölött szerintem, tehát az, mert nincsenek bordái akkor, csak a gerinc oszlopa is mellette, nem tudom. Nálam van egy centi. Nézzük már meg, hogy ki az, aki 91, 45 és 83-at valamilyen módon tud. Hát, Gábor, engem nem éri el, mert én most megmondom neked. Léci a csajokat. Eszti, megmérhetünk. Akármilyen hihetetlen 11 éves kor fölött vagyok, tehát már nincs 45-ös derekam. Megmérhetünk valahol? Hát mit szeretnél rajta megmérni? Egyharmad Barbie vagyok, mert a csípőm az szerintem pont körülbelül. Azon már lehet kormányt alakítani. Bár nem, már nem más sem. Nem, az ott nem a... Nem tudom, hol a csípőd. Lejjebb. Ez a csípőd? Igen. De az már a segge. Azt hívják csípőnek egyébként, amit most fogsz? Igen, én kértem azt, hogy valahogy hadd fogja meg az estét. Lejjebb. Csak a mikroport, ami lejjebb? Még egy plusz percet itt hozzon. Adjuk. Lejjebb? Nem, ez. Na mindegy. Itt. Én már megfogtam valamit. Nekem egy combomnak ilyen az állkomérője. Dombi, téged is megmérünk. Akkor hozzátok még egy centit. 90. 90? Igen, na ennyinek. Mert hogy 83 kéne, hogy legyél. Valamit akarsz magadon mérni, Peti? Kicsit dörzsögesd előtte. Az a centi hozzá. Hol itt mérem így? Lejjebb. Itt? Már össze a lábad. De úgy áll, mint egy szabadrugás előtt. Szigetem. 105. 105. Az jó? Hát figyelj, Kennek lehet, hogy jó. Az előbb itt mondtátok, hogy hú, ennyi színű Barbie van? Képzeljétek el, hogy a Barbie, azt hiszem az első színes bőrű, az Francie volt, akinek picit olyan árnyalata volt, mint a strandolt volna, és aztán jött 68-ban Crisby, 80-ban az első Black Barbie, Crisby. És 2016-ban akkor jelentették be, hogy 7 bőrszín van. Kínai van? Ez is egy érdekes kérdés. Mind ott készül. De az első fekete Barbie-k még a kaukázusi, tehát a úgymond fehér ember arconásaival. Csak simán be voltak festve. Ez egy érdekes kérdés. Jónak találjátok ezt, hogy például a gyerekeket így nevelünk, hogy különböző fajok vannak, és ezért különböző Barbie-kat gyártunk le? Hát az a baj ezzel, hogyha meg nem csinálod, az is baj. Igen. Hogy szerintem azt megmutatni, hogy vannak rasszok, az nem rasszizmus, hát azzal nincs. Nem, de hogy is. Legalább megismerik. Igen, nem ijed meg egyből, hogyha egy más rassz képviselőjét látja meg élőben.
Tehát ez pedagógiailag ez egy jó dolog. Szerintem nem rossz. Simán csak nem rossz, így van. Szerintem is egy jó dolog, de én még mindig azon vagyok leakadva, hogy ki, melyik gyerek gondolja azt, hogy ő így fog kinézni. Tehát, hogy azért nyilván látja a szüleit, meg a genetikáját. Tehát, hogy én azért ezt a közvéleménykutatást megkérdezném, hogy én látok valamit, is olyan akarok lenni, tehát hogy ez egy tárgy, ez egy az Amcsiknál azért vannak durva gyerekszépségversenyek, ahol... De az egy másik dolog, de ez egy Barbie-ról beszélünk, ez egy tárgy, ennek nincs lelke, ennek semmilyen nincsen, ez leteszed és ott marad. Az a baj, hogy ez nem egy sima játék, mert ez egy ember alakú tárgy. Hát oké, de egy moncsicsire se akarunk hasonlítani. Az egy majom. Ú, de jó volt ez a moncsicsi. Nekem volt. Nekem megnyomtam középen, és kijött így a kez. De mondjuk, ha most egy beszélsz, hasonlítasz is egy kicsit. A moncsicsire. Az jó volt. Ez befolyásolta. Az a szőrös majomra, mi? Nem, az egy nagyon kedves kis lény. Igen, mert egyébként tényleg, és ne felejtsük, hogy a Barbie-hoz tényleg párosulnak ma már filmek, stb., ahol Barbie elmegy Párizsba, Barbie vásárol. Például a Barbie, vannak olyan Barbie-k, amik beszélnek, 270 mondatot tápláltak bele Barbie-kba, ilyenek többek között, hogy sosem lesz elég ruhám, vagy menjünk shoppingolni, vagy csináljunk pizza partit. Na, ez már a probléma. De mire gondolsz, hogy azt mondja, hogy egyenlő M/C négyzet, vagy mire számít az? Mit fog mondani egy Barbie? De ne ezt mondja már, hogy együnk pizzát, amikor hogy néz ki, érte? Nincs zsírszázaléka. Láttad? Ami elvinn, mint pizzázni, lenne baj. Láttad már a McDonald's szóvivőjét? Tehát ő se látott még egy Big Mac-et egybe, szerintem. Aztán volt még egy nagyon érdekes történet, ugye a Barbie, mint a nyugati kultúra jelképe, és hát Szaúd-Arábiában aztán kitiltották a Barbie-t, és én most felolvasnám nektek, 2003-ból származik ez, a Szaudi Erkölcsi Bizottság állásfoglalását a Barbie-val kapcsolatban. Idézem, a zsidó Barbie babák szemérmetlen ruháikkal és félreérthetetlen pózaikkal, a tartozékaikkal, a züllött nyugat rohadásának jelképei. De ott külön csak zsidó Barbie babákat árultak? Nem. Vagy ők nekik minden meg az, a zsidók, ami... mint nyugat? Hát nekik igen, de... Ja, te igen. Milyen érdekes, hogy mindenkinek más a nyugat. Mindenkinek más a rothadó nyugat. Ez így van. Nem, egyből lezsidózták a Barbie-t, tehát szó se róla. De miért? Mert miért? Picit ilyen lengén. De ott nagyon kemény törvények vannak Szaúd-Arábiában amúgy. Igen. Tényleg. Na, még a babákra is vonatkozik. Aztán még... van még itt egy példa, ezt hadd mutassam meg nektek, az Eszti mondta, hogy neki volt ilyen, méghozzá a terhes Barbie. Jézus. Ó, az enyém nem volt ennyire hardcore. Nem? Tudom. Tehát itt az előbb ugye beszéltünk, hogy gyerekeket nevelni. Jó-e az, hogyha shoppingolni akar? Jó-e az, ha több rasszból van kis Dr. Ken. Származtatható az a Ken, az a másik. És jó-e ez, hogy ott van, gyakorlatilag így bele tudsz markolni a nőbe, kiveszed a babáját, ott már egy kráter. Ott már van két gyerek, tehát a csokra gyúr, nem, látod? Kiugrik a hasa, hogy kiveszed a gyereket, tehát nem marad ott egy tátongó űr, legalábbis, hogyha az enyémből indulok ki. De szerintem amúgy nem baj, hogy egy de kicsit látják. De ott van mellett a hasa, néz, tehát ott le ott, van. Na, ilyen volt, igen. Akkor mégiscsak hasa. Félre lehet fenni. Van rakva a polcra a hasa. Azt hittem, ami bukós isak. Hát nem tudom, aki szülő, ti tudjátok, hogy az nem biztos, hogy az butaság, hogy a gyerek azt valahogy meglátja, hogy tényleg egy másik emberből jön ki a kisebb. Én nem, igazad van, abszolút nem az, de ugyanakkor tök groteszk, amikor nyilván a gyerek az első mozdulata az lesz, hogy kitépi a babát. Érted? Igen, de megvannak a határai egy játékbabának, tehát ő nem tudja jobban elmagyarázni. Ne várd azt, hogy lesz köldögzsinór, meg mélepény. Azért azt... Annak örüljünk legalábbis szülői szempontból, hogy nem ott jön ki, ahol igazából kijönne, mert akkor lennének kérdések. Olyan így nincsen? Viszont félrevezető ráadásul, nem a hasából jön. De olyan nincsen? Olyan, hogy a szülőcsatornán kinyomod a vizét, azt? Olyan nincs még? Nehéz megépíteni a kínaiaknak. Nincs hozzá ilyen öntőforma. Én csak azt nem tudom, hogy a szülésznő, hogy az orvos úr, az miért lebeg. Felakasztotta magát, hallod? De nem az a durva, látod? Azért vigyorog, meg azért lebeg, mert megkapta a hálapénzt. És lenne olyan, hogy programozott császáros Barbie. Abszolút, na ez már magyar lenne. Apropó magyar, ti a lányaitoknak vennétek-e Barbie-t, és ügyelnétek arra, hogy külön rasszok legyenek képviselve? Például vennétek-e cigány Barbie-t? Van ilyen amúgy? Szerintem nincs. Te vettél a lányodnak? Nem volt. Ja. De nem azt volt. Kereste. Én biztos vettem volna. Azt tényleg? Biztos, hogy vettem volna. Hát nyilván, hogyha valamilyen szinten le akarod képezni a társadalmat, otthon már a gyereknek, és érzékenyíteni akarod, én szerintem jó, hogyha megismeri, igen. De szerintem a gyerek kiválasztja a boltba, nem? Tehát, hogy általában úgy mennek, nem úgy, én nem tudom, tehát nincs gyerekem, én akárkit látok, hogy van, húzod a gyereket magad után, az húzza a boltot, tehát, hogy... Igen, látok, nyilván voltál az, aki azt mondta, amikor Nóri szeretett volna Barbie-t, hogy na kislányom, akkor most lesz egy orvos Barbie, lesz, hanem ő
ő mondta, hogy apas előbb Barbit szeretném, persze, tehát gondolom de, hát azért. Így volt. Így. Beszélj még egy utolsó, hogy képeket fogtok látni a Barbie szindrómáról, mert ti azt mondtátok, legalábbis többen, hogy ki akarna hasonlítani a Barbie, ez egy hülyeség. Hát a Barbie azt tudjuk, hogy egy tárgy, meg stb. Hát rengetegen. Tényleg nagyon sokan vannak, akik felnőtt korukra ugyan, hiszen akkor van joguk hozzá, átoperáltatják magukat úgy, olyannyira, hogy a lehető legjobban hasonlítsanak a Barbie-ra. Nézzük meg ezeket a képeket. Jaj. Ez egy hát valós személy, néznek a derekát. De olyan, mint egy bábú, nem? Hát az volt a célja. Úristen, te. Nézd meg. Egy gumibabára hasonlít, mint nem Barbie-ra. Csak, hogy ők tényleg azt hiszik, hogy ezzel klasszikusan szépek. Tehát a UFO. Ezek élő ember. UFO lett. Igen, csak itt a hosszú sztorizgatás után oda jutottunk el, hogy ez ilyen torzulásokat tud okozni emberekben. Na hát igen, de van, aki kitetováltatja a szemgolyóját, mert egy macskára akar hasonlítani, de nem a Barbie-val van itt a baj. Nem hiszem, hogy például az a srác mondjuk babázott volna. De hát srác, ez egy élő srác. Azt mondom. Ők még azt mondom, hogy nem. Szerintem ő simán hülye. Tehát, hogyha ő Legón nőtt föl volna, akkor is most ezt csinálná. Tehát nem ilyen piros kockaként. Örülnek, hogy nem piros kockaként. Ezt nézzétek meg. De a Barbie-nak nincs ekkora szája, nem? De arányosítva igen, tehát egyszer felnagyítottak egy Barbie teljesen arányosan, és ijesztő volt, hogy mekkora szeme volt, szája volt. De hogy ilyenkor ilyen valamiféle elégedettség tölti el őket vajon, hogy úgy nézek ki, mint egy fröccsöntött bábú? Ez a baj, hogy igen. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ez most egy hétköznapi jelenség, de hogy kirívóan rengeteg van ilyen, és tényleg az egész. Hát figyelj, 60 éves a Barbie embereket ilyen szinten is befolyásolt. Igen. És őket támogatják ezeket a figurákat ebben, hogy a TB? Még hát nem úgy, az emberek, nyilván nincs egy ilyen, hogy el tudod képzelni, egy 31-es Marika maga mit szeretne, szeretném a lengőbordáimat kivetetni, mert terhes Barbie akarok lenni, de úgy, hogy rászerelik a gyereket kívülről. Ezt így nem tudom elképzelni. Maradunk a gyerekes témánál, ugyanis most terjed a neten egy újfajta kihívás, cheese challenge, azaz sajt kihívás. Ami nagyon vicces. Mi van? Kiborultál? Ne, én ezt nem értem. Ezt nem értem? Imádom. Itt arról szól a történet, majd meg fogjuk mutatni, egy pár percben arról szól a történet, hogy szülők a kis etetőszékben éppen idejüket töltő gyereküket megdobálják ilyen lapka sajttal. És ez ennyi, nem történik több, de a net felrobbant, gyűlölik ezeket a szülőket, és majd arról fogunk beszélni, hogy honnantól megalázó például egy ilyen szülői cselekedet, megalázó egy kisgyerek számára, hiszen igazából még nincsen önérzete. Benneteket mikor aláztak meg? Ilyenekről dumálunk majd egy pár perc múlva a reklám után. Kisebb vitára fog majd okot adni ez az újabb kihívás, ami terjed a neten. Itt gyakorlatilag nem történik más, mint hogy szülők a saját kisbabájuk arcára dobnak egy szeletelt sajtot. Mindezt videóra veszik és feltöltik a közösségi oldalakra. Ez a cheese challenge, azaz a sajt kihívás. Nézzük meg először a videót és nézzük meg, utána beszéljük meg, hogy mennyire megalázó. Hey Benjamin, are you a little hungry? Would you like cheese? Actualmente algunos de los trabajadores de la És lelő. Itt anya helyetted is rögött. Azt se tudja, mi van. Igen. Jó, Istenem. Dobd vissza. Megeszi. Nagyon cuki. Na jó. Én közben figyeltem az arcokat, és itt volt megrökönyödés, itt voltak röhögések, éppen a végig röhögtem az egészet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok ehhez. Mindenféle vélemény van egyébként. A hozzászólások így szólnak, hogy megalázni a gyermeket, ráadásul nyilvánosan, az bántalmazásnak minősül. Aki ezt kitalálta, az veszélyezteti a gyermek pszichés, mentális fejlődését. Ez valami minősíthetetlen, végtelenül beteges bűncselekmény. Vagy én szétröhögtem magam rajta, nincs benne semmi megalázó, semmi káros, semmi veszélyes. Aki ezt másképpen gondolja, annak nincs egy
csepp humorérzéke sem, vagy ennivalóval játszani, dobálózni, apám akkor a fülest adott volna, hogy leszáll a fejem. Na. Ez a két véglet. Várjál, itt az Évin láttam olyat, hogy nagyon fel vagy háborodva. De a nagyon fel vagyok háborodva azért ez nem ilyen. Tehát azért annál durvább szokott lenni. Én nem látom ennek értelmét. Tehát szerintem egy az, hogy a szerencsétlen, tehetetlen babákra rádobod, az szerintem annyira nem vicces. De ártalmatlan. Egy szelet sajt, nincs súlya. De nézd, nincs... de ő még a világot se tudja, hogy hol van. Pont, és ezért, pont hozzá... ezért kérdés, hogy megalázó-e, hiszen a világot se tudja. Hát nézd, most akkor, ha fél téglát dobunk hozzá, és nem tudja a világot, akkor az sem megalázó. Hát az meg, hát, hogy nyilván megsérül. Még tehát a kemény az... sajtat dobnád fejbe, az már más. Egy parmezánnal? Azzal a háromszögűvel. Egy gurigával, igen, egy nagy trapisvával. De nem véletlenül. Ez egyszer egy sajt, ennek alig van súlya, ez helyesen simul az arcbőrödhöz. Ha ügyes vagy a nyelveddel, meg tudod nyalogatni. Tehát... Engem jobban zavar az, hogy senki se érti ennek a miben létét. A kretén anyuka úgy gondolta, hogy mivel egy csomó barom ezt megcsinálta már, ezért ez rohadt vicces, és én is hagyd csináljam már, hogy én is hagyd álljak be a birkacsordába. Igen. Nem megalázó, meg én ki vagyok attól a véglettől is, akik mindent megalázónak titulálnak, és hogy nem, mert a gyerekek jogai, meg amúgy mindenkinek én a jogai, is. Meg a növények jogai, meg minden, tehát hogy szerintem azért ez kicsit túl van lihegve, de én arra lennék kíváncsi, hogy ki kezdte el, hogyan, miért, ki töltötte fel ezt először, és hogy organikusan ez hogy terjed el, egy ilyet hogy kell elképzelni? Ez én sem ezt... tudom, mert mi is szoktunk egyik a lányommal játszani. Sajtot? Sajtot? Sajtot, azt hiszem igen. De azt hiszem, igen, mert ez annyira ilyen elég. Nem dobtam sajtot rá. Lapka sajtot dobtam. Annyi mindent dobott már, lehet, hogy volt benne sajt. És azt mondtam, hogy tényleg jó reggelt. Nem, azért, mert amikor mi pizzát, csak ő már nagyobb, ugye, amikor mi pizzát, tésztát csinálunk együtt, akkor mindig kéri, hogy az arclenyomata legyen benne a pizzában. És akkor fogom a fejét, fogom. És bele nyomod. Bele. De miért nincs egy kis sütőd? Mit? Nem, az vicces. Miért nincs erről videó? Csak vedd ki belőle a gyereket előtt. Ki van belőle? Nem érted? Együtt röhögünk ezen. Tehát van egy lenyomat az arca, és tovább gyúrom, és csinálunk belőle egy normális pizzát. Nem azért, hogy így süssük ki. Tehát mi játszunk ilyenekkel. Igen, nálatok mondjuk ez vicces, de nem biztos, hogy mindenkinél ez olyan vicces. De nem töltöd fel az internetre. Nem töltöm fel az internetre. Mi lehet elterjedne? És nem, és csak azt kérdezte az Eszti, hogy ez hogy kezdődött el. Hát valószínűleg valaki elkezdte, és valaki... Nem, itt most arról beszéljünk, hogy a gyereknek a méltósága. Ilyen pici gyerekről van szó, hogy mit tudom, volt 6 hónapos, 8 hónapos is. Nyilván van méltósága, hiszen minden megszületett embernek van méltósága, és emberi jogai vannak, de hogy ez valamilyen módon sérül-e a sajdobálással? Én arra szoktam gondolni, hogy ha velem megcsináltak volna, engem nem zavarna. Tehát, hogyha most lenne egy 89-es videó, hogy anyukám sajtot dobál rám, én nem érezném azt, hogy az egész úristen elvették a méltóságomat. Akkor még nem volt lapka sajt, vigyázz. Akkor még egy jó erős trapista. Igen, egy bulika trapista. Két kilós. Megalázó méltósága nem veszik el, csak... Szerintem maga ez az ötlet nem vicces. Tehát, hogy de mi, nagyon sok de vicces te a humornak vagy a képviselője. Mi ebben a nem vicces? Vagy mi ebben a már-már bántó vagy szomorú? Talán az is, hogy kaja, az is, hogy betakarja az egész arcát, az a fura hang, amikor csattan. Igen? Igen. Szerintem... Anyukának ez menő, menjen el olyan filmekbe, ahol kaphat az arcába, csak nem sajtot. Szerintem vicces, hogyha amikor rádobták, és mondjuk rá, tehát rajta marad. Igen. Amelyik leesik, az talán annyira nem. Az úgy nem vicces. Azért vannak az a vicces, fokozatok. Ha rajta marad. Vannak fokozatok. Hát előtte még be is kell nyálazni. Nem akarok túl szigorú lenni. Én sem vagyok szigorú, de ugye ezt most úgy nem nézegetném 5 percnél, de 1 percnél tovább. Ez kicsit olyan nekem, mint a Kandi kamera, hogy mindig azokat a részeket vágták be csak, amikor a menyasszony elesett, pofár esett és vigyorgott. Sose látszotta, hogy dől a vér. Igen. Hogy itt is, ha összeraknák azokat, hogy hány gyerek bőgte el magát, akkor kicsit kiegyensúlyozottabb képet kaphatnánk erről. Értelek, Gombi. Befejeztük ezt a témát, beszéljünk egy picit a hálapénzről, nem hiszem a Barbie témánál dobtad be. Igen, nagyon-nagyon szépen. Kapásan. Mert az MTA egyik kutatócsoportja 2018. októberében 1200 ember részvételével végzett egy országos felmérést a hálapénzről. Azt mondom, hogy mindenki tudja, mindenki valamilyen szinten volt már érintett ezzel kapcsolatban, és van egy ilyen érdekes következtetés, ugye azt tudjátok, hogy a most hatályos jogszabályok szerint nem büntetendő hálapénzt elfogadni műtét után. Az viszont bűncselekmény, ha az egészségügyi dolgozó az előnyt a betegtől kifejezetten kéri, illetve azt már a beavatkozást
megelőzően fogadja el. Most legtöbben, 71% tudták, hogy nem bűncselekmény hála pénzt elfogadni műtét után, viszont a válaszadók 56%-a azt mondta, hogy még az utólagos hálapénz elfogadást is büntetné. Ez egy magyar felmérés. Na, te nagyon rázod a fejed, mi a bajod ezzel? Ez nagyon nagy hülyeség, amit most itt a végén mondták. Mert? Miért büntetnék, hogyha mondjuk meggyógyított vagy megműtött rendesen, és valaki akar adni valamennyit, akkor szerintem az nem büntetendő, hogyha elfogadja az orvos. Nem az zavarja őket szerintem, ugye ez egy láthatatlan pénzmozgás. Tehát az orvos ilyenkor azért legritkább esetben, hát az biztos, agáz, hogy nem mi? Ad, biztos, hogy nem ad. Hülyén néz neki a... bemegy még a naphoz, és bemutatja. A hálapénznek nincs TA orszáma, tehát én még nem láttam ilyet. Nem, hát ebben igaza van a Dombinak, tehát ez gyakorlatilag az egyetlen, ha akarod, államilag legalizált fekete pénzmozgás. Hát most ez vagy jogos, vagy nem, vagy igaz, vagy nem, de az orvosokat azért mi egy felsőbb kategóriába soroljuk, mert ő az, aki ért a betegségekhez, aki ezt tanulta, aki meg tud minket menteni, aki az egészségünket meg tudja őrizni, és úgy nézünk az orvosra, mint egyfajta ilyen kis pici messiásra. De ez az a világon mindenhol így van, még sincs hálapénz. Így. Tehát Németországban, te megpróbálsz egy 20 euróst oda nyomkodni a doktor úrnak, akkor egyszerűen nem érti. Nyilván segített a kulturális szokásokat formálni az ottani bérezés. Igen, csak nem tudom, hogyha fölmennél mondjuk az orvosodnak az Instájára, és látod, hogy van már egy jachtja Horvátországban, van már nem tudom milyen akkor háza és sportautója van, és mondjuk elfogadja a nyugdíjas anyukától a hálapénzt, akkor itt valahol felborult a világ, az akkor már nem erről szól. Abszolút, biztos, hogy felborult, meg én szerintem az a legundorítóbb ebben, amikor valaki átirányít a magárendelőjében mondjuk téged, mert... Ami ugyanott van, csak más, délután. Igen, vagy egy utcával arrébb, és ott már egy kicsit kedvesebb veled, mint ott, amikor te úgy mentél, hogy TB alapon, és jó, legyünk már az ördög ügyvédjei, tehát az, hogy mi automatikusan nyújtjuk a hálapénzt, az meg rendben van. És hát a doki azt mondja, hogy na, ez a doki azt mondja, hogy elfogadja. Miért adunk mi automatikusan hálapénzt? Mert szeretnék bebiztosítani. Mit szeretnék bebiztosítani? Hogy tutira legyen meg a műtéted? A műtét, hogy jól sikerüljön? A siker. Mitől siker? Tartasz, ha nem adsz hálapénzt, mi történhet? Ha te nem adnál hálapénzt és volna egy komoly veseműtéted, mitől tartanál, hogy mi nem fog nem bekövetkezni? Nem azt a vesédet veszik ki, nem vagy azt mi? A gondol... Vagy mi? Nem azt a, gondos... kiveszi a, jót, vagy nem mi? Azt a gondoskodást kapom, nem azt a figyelmet kapom, és a doki nem tesz bele, nem tesz bele teljesen annyit, hiszen vannak olyan betegei, akik meg pluszban pénzelték. Mondjuk ezt tehát szerintem a te műtéted számít. Esetén ő egy picit trehányabbul dolgozna a veséden, mint hogyha adtál volna neki már egy 50 ezeres. Az egy következő kérdés, hogy ez miért van bennünk. De ez jó, amit mondasz, illetve hát nyilvánvalóan ezért teszi mindenki. Ti... Teljesen máshogy állnak, szerintem. Most vannak kivételek, de biztos, hogyha adsz hálapénzt, akkor teljesen máshogy állnak hozzád, mint hogyha nem adsz. Most persze vannak olyan orvosok, de általában ugye most a törvény úgy szól, hogy csak utólag adhatsz hálapénzt. Tehát az orvos nem tudja, hogy te fogsz-e neki hálapénzt adni, vagy sem. Tehát a műtétet ő megcsinálja. Szerintem a keltezés az totálisan mindegy. Hogyha nem, mert az egyik bűncselekmény, a másik meg legális. Nagyon egyszerű, akkor... Mindig akkor utólag azt mondom, kell adni. Igen, igen. Tegye el ezt a pénzt, egyébként majd utána adtam. Ja. És mondja azt, hogy utána adtam. Igen. Szerintem az lenne jó, hogy ez hálapénz lenne, és nem félelempénz. Mert ha hálapénz, akkor valóban hálás vagyok azért, mert meggyógyított, foglalkozott de velem. Ez a foglalkozás. Gábor, te hát oké, rengeteg... de attól még én lehetek extra hálás, mert tényleg minden tökéletes lesz. De te rengeteg nyelvben perfekt vagy, Gábor. Van a hálapénz más nyelven is? Ez a kifejezés? Nincs. Nincs. Hát illetve azokban a nyelvekben, amelyekben én vagyok. Hogy van a hála? Németül hogy van? Nem. Németül hogy van? Geld. Hála, az Dankbarkeit. Tehát, igen. Dankbarkeit, geld. Hát, hülyén hangzik. Natürlich. Bless money. Igen. Bless money. Én azt nem értem, és szerintem ez egy szokás. Tehát, hogy itt azért már... Tehát ez egy folklór? Ez olyan, mint a vacsolás húsvétkor? Igen, mint a busójára. Már ott se kap mindenki pénzt. De mindenki abban megy a kórházba, akkor azzal kezdi, hogy hova tegyem azt a pénzt, amit majd odaadok a nővéreknek, odaadok az orvosoknak. Tehát, hogy ez már egy ilyen... Erre a célból varratnak külön plusz zsebet a köpenyre. Hogy odaadják be. Igen. Direkt úgy fordul, hogy nem, természetesen TB-re támogatott lesz. De én például most voltam egy orvosnál, és csinált nekem valamit, de tényleg tök jól megcsinálta, és akartam neki adni, és abszolút nem fogadta el. De és tök kellemetlen volt kórházba. Tehát államiban, nem magánkórházban. Nem, államiban. Államiban. Na igen, mert hogy ez mind a kettőnek az elfogadó félnek is baromi kínos, és az adó félnek is. Így futott előttem, bocsánat. Tehát nem mondta, és hogy volt a pénz? Tehát így lebegtetted? Vagy... Nem, beleraktam így a markomba, és így. Hát nem aprót vittem, nem így... a 200-as. Most nem a perseiből, a százast vittem. De amikor te üldöztél egy orvost az öklöddel, akkor itt tudta, hogy abban pénz van? Hát persze.
honnan hányan szaladhatnak emiatt? Ha, nem, hát fogtam és vittem, és már mondta, hogy nem, nem, mondom, léci, te, de nem. És futott előlem. Láttad, csak ezresek vannak benne. Százasok. Van, ez egy baromi kínos történet. Évi, te hogy adtál hála pénzt? Borítékba előre, otthon már gondoskodva, becsomagoltad? Vagy... Nálunk most volt egy ilyen eset, a nagymamámnak volt egy betegsége, és abszolút, tehát borítékba, és a nővéreknek is, meg mindenkinek is. És mi volt az átadás? Én is voltam ilyen helyzetben, anyukámat műtötték hát pár éve. Köszönöm szépen. Tehát na de a folyosón csináltad, te csúsztatós vagy, vagy azért a szemében nézel, és odaadod? Hát ez egy most... Bár, tehát akárhogy fekete pénz vagy nem, ez kötelező körülbelül, azért, mert nyilván nagymamám... Tehát ezt szégyen nélkül igen. adod? Én azért szégyen nélkül, mert egy az, hogy hálás vagyok, hogy életben maradt a nagymamám, mert azért nyilván a korba benne van, másodszorban pedig ezt mindenki így csinálja, most mit dugdossam, ha beszélünk róla, és de mindenki nem, hát tudja. Van, aki te mondtad, hogy vannak olyan zsebek már. Létezik a... ilyen, de senki nem szégyelli ezt. Én a hála pénz, tehát a folyosón mondani? Mindenki szeme láttára, te... De most hát a borítéka nem tudod, hogy üres borítéke, vagy egy milliót adtam. Oda, szerintem. Nem, ezt titokban csinálod, azért titokban nem? Csinálod. Ezt ilyen susmus módon. Tehát ezeket mi kézténként kezeljük. Ez egy játszma, amiben vagy beszállunk, vagy nem. Természetesen orvosa válogatja. De én inkább úgy mondanám, hogy a tiszteletpénz ez. Tehát egy házat is fel lehet szépen építeni. Nem adunk többet a kőművesnek. De valahogy az orvossal úgy vagyunk, hogy megmentett, megjavított, megműtött, visszaadta az egészségem, azt így tudom kifejezni. Vidéken visznek féldisznót, tyúkot, tojást, amit tudnak, pálinkát. A legegyszerűbb formája az pedig a pénz. És ő biztos annak is örül legjobban, de ez sem biztos. Valamilyen kis plusz formában... De te, aki nagy társadalomkritikus vagy sok esetben, ezt most úgy magyarázod nekem, mintha ez tényleg a világ legtermészetesebb dolga lenne. Amikor szerintem meg pontosan az ellenkezője. Nézd, átállni arra... Én azt gondolom, hogyha én fizetek társadalombiztosítást, ezt levonják valamilyen módon a fizetésemből, azért a szolgáltatás legyen benne. Én nem akarok hálás lenni plusz az orvosnak, mert mit tudom én, úgy vart össze, hogy nem lyukadtam ki, nem akarok hálás lenni azért, igen? Mert nem a rossz vesémet vette ki. De most mondtad, hogy te is adtál. Igen, én ugyanebben a történetben vagyok, ez a félelem, ez a rettegés, semmiképpen nem tisztelet. Olyan gond nélkül vette el azt a nem tudom 50 000 forintot, értem, a világ legtermészetesebb, és én felháborodtam ezen magamban. Nem mondtam neki, ez rutin volt. Én 8. mondom, boríték voltam aznap az asztalán. Nem veszem természetesnek. Én az innovációt azt nem az egészségnél fogom elkezdeni ilyen szempontból. Én nem kísérleteznék a hálapénzhez szokott orvos generációval, hogy végül is biztos ugyanúgy megmentitek anyámat, ha nem adok pénzt. Uh-huh. Ez egy nagyon érzékeny talaj. Senki nem meri megpróbálni. Tehát jó így lenne, van. Ha nem lenne, de mivel van, ezért mindenki alkalmazkodik sajnos hozzá, mert nem fogja kipróbálni, hogy mi lesz, hogyha az én nagymamámnál, vagy én anyukámnál. Nem veszem természetesnek. Tudomásul veszem, hogy ilyen, ez van most, így alakult ki. Majd, hogyha egyszerre fellép ellen mindenki, nem ad senki hálapénzt. Az orvosokat jobban elismerik, itthon tartják őket, meg lesznek a felszereléseik. De ez nem a mi feladatunk. Nem a mi feladatunk, és azt gondolom, hogy egy nyugdíjas néni, aki bekerül a kórházba, és nagy esélye egy nyugdíjas bekerül a kórházba, egy nyugdíjas néni az utolsó megtakarításait borítékokba gyűjtögeti, hogy osztogassa orvosoknak, nővéreknek, ez is abnormális. Az igen. Az. És... De az előbb ugye azt mondtad, hogy az orvosok majd, ha egyszer úgy keresnek, ahogy megérdemelnék, hogy keressenek és itthon tartanák az orvosokat. Azért van egy-két szakma, rendőrség, tűzoltóság, pedagógusok, akik nagyon alacsonyat keresnek, ott miért nincs hálapénz? Érzésből tudok rá válaszolni, nem lesz exakt, mert az elsődleges érzésünk, az elsődleges ösztönünk az az életünk, meg az egészségünk. Utána jön az oktatás, a rendőrök meg valahol a legvégén vannak. Én ezt értem, de a tanárnak sem adhatsz. A tanárnak sem adhatsz az év végén, hogy, hát hogy tök jó tanár. Szoktak vinni azért virágcsokrot, bombont. Miért átenged, azért oda csúsztatsz lehet. Ne. Tanároknak megvan határozva az érték határ. Köszi a matek kettest, és akkor így megy a borítékot. Nem, most komolyan. És egy 20 000-est megér, hogy kettes. És így csúsztatod. Nekem volt egyszer olyan, hogy azt mondta... Te rököl elvinnéd. Nekem volt egy évem, annyit mondtak, hogy ha ki tudom számolni saját magam az átlagomat, akkor átengednek, és nem sikerült. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Itt volt Risto Véri. Iszak Eszti. Kabát Peti. És Dombi. Köszönjük szépen. Itt az ATV-n folytatódik. A műsorfolyam Jakubcsek Gabi Best of-jával, miért 2 hét múlva jelentkezünk újra, jó éjszakát, viszontlátásra!